Üdvözöllek a Kérdezz Felelek videós sorozatban, ahol az olvasóim korábbi kérdéseire válaszolok. Ezúttal egy napozással kapcsolatos, nagyon érdekes kérdést kaptam Olivertől, ami így hangzott. Magyarországon mikor van az az időszak az évben, illetve naponta, amikor a napsugárzás segítségével D-vitamin szintetizálhatunk? Van-e olyan határa a napsugár beesési szögének, ami alatt ez már nem lehetséges? Nagyon jó és aktuális kérdés, mert a napozás az nem feltétlenül egyenlő a D-vitamin szintézissel. Ettől függetlenül nem csak a D-vitamin termelés miatt érdemes napozni, hanem más biológiai folyamatok stimulálása érdekében is. Mitől függ a D-vitamin szintetizáló képességünk? A D-vitamin szintetizáló képességünk sok tényező függvénye, számít a földrajzi hely és a magasság, napszak, az évszak, felhőse vagy tiszta az ég volt, és van még számos egyéb biológiai paraméter is, ami befolyásolja ezt a folyamatot, például a bőrszín, vagy a napozáskor a szabad bőrfelület mértéke, a napfényhez való alkalmazkodásunk mértéke, stb. A napfény a Föld nap körüli keringése és a saját tengelye körüli forgása miatt nem egyformán éri a Föld felszínt és a napozni kívánó embereket. A napfény tartalmaz UV-sugárzásokat, látható fényeket és infravörös tartományokat is. A D-vitamin termeléshez az UVB sugárzás szükséges, ami a napfénynek csak egy kis százalékát teszi ki, és az atmoszféra jelentős mértékben nem is engedi átjutni a Föld felszínre. Továbbá a légköri komponenseknek köszönhetően szóródik és el is hajlik ez a UV sugárzás. Így nem minden napszakban és évszakban kapunk belőle. De az a kevés, ami eljut, az igenis fontos az ember számára. És mi a helyzet Magyarországon? Magyarország körülbelül az északi szélesség 45,7-48,5 fokok között található. Általánosságban kb. A 35. földrajzi szélességi fok feletti területeken nincs egész évben UVB sugárzás. Magyarországon kb. Február közepétől október végéig mérhető az UVB, azaz kb. 250 napon át, az év 365 napjából, tehát az év kétharmadában nagyjából, és kb. 30 fok az a beesési szög, ami felett van UVB sugárzás a napfény spektrumában. Ugye a két szélső időpontnál, februárban és októberben elég kicsi az UVB intenzitása, és csak rövid időre van jelen. Ezzel szemben a nyári napforduló környékén, azaz június közepén a legerősebb és a legtöbb az UVB sugárzás. A nyári napforduló körül akár 15-20 perc napozás is hozhat ugyanannyi D-vitamint, mint márciusban vagy szeptemberben 1-2 óra. Azonban ezekben a UVB-ben gazdag hónapokban sincs egész nap jelen a UVB sugárzás. Az UVB csúcsa a napkelte és a napnyugta között van félidőben, kb. A déli órákban. Napkeltekkor és kora délelőtt még nincsen, késő délután és napnyugtakor pedig már nincsen UVB a napfény spektrumában. Ez a szélső hónapokban 1-2 órás időablakot jelent, körülbelül a déli órákban, viszont nyáron akár 8-10 órás is lehet ez az időablak. Az előzőekből az is következik, hogy körülbelül novembertől február közepéig nem érdemes D-vitamin gyűjteni a napfényből Magyarországon, akkor szinte nulla UVB jut el, még a déli órákban is. Ettől nem kell megijedni, ez egy földrajzi sajátosság, nem egyenletesen oszlik el az UVB intenzitása egész évben. Szerencsére az is egy földrajzi sajátosság, hogy nyáron Magyarországon jóval hosszabbak a napfényes órák, és elég nagy az az időablak, amikor lehet UVB fények által D-vitamint termelni.
érdemes ezeket a hónapokat kihasználni és jól feltankolni D-vitaminnal. Magyarországon a tengerszint feletti magasság és a D-vitamin szintézis kapcsolat az nem annyira lényeges. Általánosságban minden 1 km magasság növekedéssel kb. 5-6%-kal nő az UV-sugárzás mértéke, így a kékes csúcsán kifeküdve is csak pár százalékkal lesz hatékonyabb a D-vitamin termelés, mint az Alföldön. És túlzásba lehet elvinni a napozást és az UVB fényeket. Igen, az UVB sugárzás egy viszonylag rövid hullámhosszú, viszonylag nagy energiájú sugárzás, ami nagy dózisban káros is lehet, ha nincs rá felkészítve az ember napfény befogadó rendszere. Ezért mindenképpen ajánlom a fokozatosságot, és hogy figyeljünk a testünk visszajelzéseire. Aki eddig került a napot, az is nyugodtan elkezdheti, csak kezdje kisebb időintervallumokkal, például napi 10-15 perccel a napozást. Aztán, ahogy telnek a hetek, hónapok, és még be lehet vetni pár dolgot az életmódunkban, azzal elérhető, hogy akár órákig is kint lehessünk az erős napsütésben, napvédelem és mellékhatások nélkül. Aki világosabb bőrű és könnyen leég a napon, azoknak jó hír, hogy kevesebb idő is elég a napon tartózkodásból, ugyanannyi D-vitamin termeléshez, mint akinek sötétebb bőrszíne van. És akkor van egy bónusz tippem is, aki szeretné nyomon követni az okos telefonja segítségével, hogy mikor van elég UVB sugárzás az adott földrajzi helyen és D-vitamin termelési lehetőség, annak ajánlom a D-Minder nevű alkalmazást, ami körülbelül meg tudja mondani, hogy az adott földrajzi helyen mikor van ez a hasznos időablak. Összefoglalva, Magyarországon kb. Márciustól novemberig, az az év kétharmadában van az az időszak, amikor lehet UVB fények segítségével D-vitamin termelni. Számít a napszak is, tavasszal és ősszel kb. 1-2 órás időablakunk van a déli órákban D-vitamin termelni, nyári napforduló közelében akár 8-10 órás időintervallum is lehet. És kb. 30 fok az a beesési szöge a napfénynek, ami felett jelentkezik az UVB, és érdemes D-vitamin termelés céljából napozni. Szerintem érdemes kihasználni ezt az egyszerű, ingyenes és nagyon hatékony immunerősítő és egészségvédelmi módszert, azaz a napozást. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a videóban, és remélem sikerült tisztázni ezt a kérdést. Ha tetszett a videó, akkor köszönöm, ha nyomsz egy lájkot, feliratkozz a csatornámra, ha még nem tetted, mert hamarosan jövök további kérdésekkel és válaszokkal. Kellemes napozást kívánok, és kellemes D-vitamin vadászatot. Sziasztok!